Bent van minden ló. Start előtt a Jaros Sándor emlékverseny. Handicap Opium Bullit közepesen ugrik ki Rafael Santi Tainlisztán még nagyon jól, mert ők vezetnek. Y Kinga a harmadik, majd Skör Chaser Opium Bullit, Császár és Zizánia a további sorrend. Nagyon-nagyon visszafogottnak tűnik a tempó 1300-al a vége előtt. Vezet Rafael Santi. Rafael Santi az első mellette, Fejfej, Tiny Smile, két hosszal mögöttük Y King, majd Császár Opium Bullit, valamint Skör Chaser és Zizánia színét látom, mikor az ügető átjáróz érnek a telivérek, az élen semmi változás, Rafael Santi továbbra is vezet. Rafael Santi az első, Rafael Santi mellett ott van Tiny Smile, két hosszal mögöttük, jól tartja magát Y King, majd Császár Opium Bullit, Zizánia, a mezőny végén pedig Skör Chaser, de jól együtt a mezőny, amikor most már az utolsó 900 méteren belőle érnek a telivérek. Az élen semmi változás, Rafael Santi diktálja az iramot Tiny Smile-al együtt. Rafael Santi, Tiny Smile, Y King, Császár, Opium Bullit, aztán a mezőny végén Zizánia kezd leszakadni, amikor közelítenek a befutóra a telivérek. Nagyjából egy jó 500 méterünk lehet még hátra a versenyből, Rafael Santi továbbra is biztosan vezet. Rafael Santi az első, Rafael Santi könnyedén jön az élen, Y King, Tiny Smile, Opium Bullit, Császár a további sorrend. A 400-as táblát hagyják el a telivérek, Rafael Santi vezetésével, most teszik ki majd Opium Bullit, ott Kerekes Károly. Opium Bullit egyre elég könnyedén galoppozik ott az élmezőnyben, de vezet Rafael Santi, Opium Bullit fölmegy a vezető lovak mellé, Opium Bullit át fogja venni a vezetést, Császár lesz majd az ellenfelé, és Rafael Santi, Opium Bullit és Császár, és Opium Bullit úgy tűnik újra tud nyerni a Kincsen Parkban, elég küzdelmes ez a győzelem, de megvan az újabb siker, Opium Bullit nyeri a futamot, Rafael Santi a második, Császár lesz a harmadik. Ez a Jaros Sándor emlékverseny handicap. Újra nyer. Hát kerekesnek úgy tűnik, nagyon mennek ezek ma, hogy annyit kérünk csak, ami kell a végső sikerhez, Opium Bullit, végre magyar lovas, ha nem is overdózon, de legalább overdóz testvérén. Nem lovagolta. Sem overdóz nem lovagolta, sem Opium Bullitot nem lovagolta magyar zsoké, kérem szépen. Kerekes Károlynak jutott ez a megtiszteltetés. Hát Mikóczi Zoltánék jól okoskodtak, mert óriási napját fogják ki Kerekesnek. 4 futam, 3 kerekes győzelem. Egyre fölényesebb vezetés a championátusban. Opium Bullittal. Rend, 4-es, a második helyre célfotó. Ismétlem, 4-es, a második helyre célfotó. Célfotó van a második helyre, de szerintem Rafael Santi megveri Császárt. Opium Bullit, egy magabiztos győzelem a 74-es beállításból, ami viszont azt jelenti, hogy Opium Bullit valóban abszolút a három.